Sound of Veins. Szondok olyan. A V-nek hangja. Igen, a V-nek tanácsa. Jó van. Szevasztok srácok, én Jan vagyok mellettem, BB! Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai epekedőbe elhoztuk Nagy Gergőnek, ha minden igaz, az első EP-jét. Egy, nem tudom ki a Nagy Gergő. De hogy szereztük? Kaptuk? Vagy? Kaptuk, ő küldte nekünk, küldte, hogy ez az első EP-je, és mi lenne, hogyha rápillantanánk. Köszönjük, hát, Gergő! Köszönjük szépen! Meg fogjuk tenni! Minden és, áron, mindenképpen. Nem tudom, hogy most ez egy, szerintem ez egy egyszemélyes. Feltételezem abból, hogy Nagy Gergő néven adta ki. Nem. Tehát, hogy... Igen, tehát vannak olyan nevek, amik jól szuperálnak zenekarnévként is, például Dominici, mi a faszom volt a másik? Igen, Madonna! Jó, igen, nem, tehát a lényeg az, hogy a Nagy Gergő viszonylag nem tartozik ebbe a sorba, igen. A Bon Jovi is például, azért akartam egyébként a... azt meg nem mondom, nem tudom, hirtelen akartam mondani. Mindegy. Danzig! Danzig. Nem ezt akartam mondani egyébként, csak most leszem Udo. Igen. Udo! Udo Strutz! Bitterfeldből! Dirk Schneider! Milyen kocsiról van szó? 601-es! Porsche! Nem, Trabant! Akkor remélem van magánál holló megragasztó! Igen. Na! Szóval én arra tippelnék, hogy ez egy egyszemélyes projekt, és lövésünk nincs, hogy milyen zenére kell számítani. Viszont egybe van az EP, úgyhogy szerintem rohanjunk neki, aztán bármi jön közbe, azt megvitatjuk. Yeah. Megvitassuk. The Sound of Veins, vagyis ugye a V-nek hangja. Bocsánat. A Vein of Maya. Na, nyomjad! Jó van, én... De kivéhet, kujon! Inkább szolgáltatok valami zajforrást, hogy elnyomjon téged, mert most nagyon fárasztó vagy ma. Megmondom őszintén. Step out! Lépj ki! És ott van, hogy Find the EP here, Bandcamp, Spotify, iTunes. Na. Yes. Ebben vajon mennyi rock metal lesz szerinted? Rock metal? Nem. Rock metalra gondoltam. Ja, azt hittem a trapcore-ra, az atakadtak be. Nem tudom. Ám bár lehet kicsit van. Hangos. Most már van. Szerintem nem. Nem? Jó. De most orvosoltam. Jó. Valószínű ez az intro. De csak tippelek. Én arra tippelek, hogy Nagy Gergő egy gitáros, és ez egy gitáros LP lesz. Az jó, az jöhet. A gitározást szeretjük. És ilyen munkák közül, tehát ezek közül a munkák közül roppant igényesek és élvezetesek is ki szoktak sülni. Nagyon remélem, hogy a Sound of Veins is ebbe a kategóriába fog majd tartozni. Ja, azt hittem, hogy a Sound of Veins alá még van írva valami, de igazából az csak a vonalkód. Igen, ott kell lehúzni a Tesco-ba. Ja, jó. Na, megjött az Ikel harmónia, nagyon jó. Kurva halk lett. Igen, bocsánat. Igen, amikor gitárlemezt keverünk, vagy instrumentális gitárzenét keverünk, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gitár, mint főhangszer ne nyomjon el mindent, és ne érződjön úgy, hogy itt szól a gitár, itt meg úgy a többi. A gitár pedig valahol a stratoszférában, az éterben, kint a picsában valahol, már utat törne magának a világűrbe is, csak... Jó, hát... Jó egyébként, meg én nagyon szeretem ezt a fajta zenét. Amikor nem, ez nem a... nem a szénné tekert, virgázós, instrumentális gitárzenéről beszélünk, hanem ez inkább dallamokkal megspékelt, mégis technikás gitárzenéről. De hogy szereted a polifiát, az szinte biztos. De ez nem baj. Így már az első dal után. És nem baj, mert én is nagyon szeretem. Na nézzük, For My Love. Ja,
alapok kicsit az újkori Ossziánt idézik számomra egyébként. Érdekes, mert nekem is a Rupcsicsnás terjutott. Ugye? Eszembe. Ez nagyon fura, de... Nekem csak az alapokkal egyébként, tehát ez a, az előző két lemezen épp hasonló riffelést, meg dal... Ilyen... Na. Érted? Értem. Nem nézünk kamerába, most nem nézünk. Igen. Ti is felismertétek, ugye? Bocsánat, szugeráltam egy kicsit a közönséget. Egy szugregátor vagy. Tényleg új agregátor nem lesz valamikor? Nem tudom, hogy megkérdezem a teszt. Csórák írhatnának meg egy új lemezt, mert az jó volt. Mivel kell ennyire tankát vokálozni? Ennyi. Léci. Ennyi. Mert nekem azóta is a kedvenc a regátor dalom az éjfél felé. Keress engem, te megtalálsz. Kurva. Hány sávba ér össze ez a sok gitározás? Nagyon durva. És vannak dallamok, igen. Vannak dúdolható harmóniák, dúdolható részek. Teljesen rendben van. Nagyon, nagyon jó egyébként. Nagyon örülök, hogy nem ment el tényleg a technikai bemutató irányába a történet, mert annál rosszabb gitárlemezzel nem történhet. Igen. Hogy elmegy tényleg technikai fitoktatásba az egész, és az egyszerű hallgató, mert aki nagy Isten nem szakmaveri, hanem laikus, csak ül és próbálja kitalálni, hogy mi a ványat ferde fasz van. Igen. Jól emlékszem, Alex Mázinak volt 10 pár éve egy olyan gitárlemeze, hogy úgy tekert rajta a pali széjjel, csak nem az volt a kérdés. Hát, ja, igen. Albumot kellett volna, ahol zeneiség, vagy muzikalitás. De lehet, hogy nem az Alex Mázi volt, most valakinek lehet, hogy elbasztam a renoméját, nem tudom. Vagy olasz gitáros volt, jól emlékszem. Az biztos. Deep in the heart. Igen. Háromadik tétel a kis lemezen. Szép és tiszta strató. Helyed is van, vagy ilyen vonos. Szökció. Szökció. És mit nézel a... És miért kaptad fel a fed a szökcióra? És sosem voltál Szegeden Döpi koncerten? Dehogy nem. Depression? Még ötször. Felhiszem el még ötször, hogy mindig félnem kell. Félnem kell. Félnem kell. Ugye? Halász pörönc. Juhuhuj.
Jó. Oké. Ugye? Igen. Meg vagyunk. Biztos. Don't hate this guy. Akkor kettő. Három. Gyűlnek vagy mi? Gyűlnek. A szövegbe és a prozódiába nem fogunk belekötni, ez 100%. Figyeljétek a srácot, mert dogmatikus igazságokat szól. Dogmatikus igazságok hagyják el a száját. Ezek axiómák. Ne filtast, fogadd el, kész! Sajnálom, bárminek nevezheted, igazad van, az a lényeg. Köszönöm. Csak káromkodj a fülembe. Csak ez ad erőt és mindent lebíró akarat. Nem, Puffin. De mondjuk ennyit is a Puffin végze. Bocs. A kedvenced is a bandó. Hagymás, hagymásban. Befizetted a rádióra az adót? Mert ha nem, csak az lehet, hogy tönkönöm. Jó, jó. Akárhogy is. Tárcső nélkül is látom, hogy az egy sziget. Igen. Most volt. Ez azt tudod átadni. De van ázás a háttérben. Á, igen, azt figyelem én is. Szintén biztos elromlott. Megkértek meg, de a szőnyeget küld már be. Vokálisan létszik. De úgy kurvára tetszik. Nagyon jó. Ez a fajta zene, ami akkor is jó, hogyha a háttérben megy, és akkor is jó, hogyha odafigyelsz rá. Tehát ez... Most leteszteltük mind a kettőt. Igen. És tényleg. Záró tétel, Getting Through the Blindness. Igen. És lehet, hogy kurva nagy hülyeséget mondok, de... De szerintem Satriani-nak vannak hasonló megközelítésű lemezei. Hoppá! Ő az, akit például én szoktam hallgatni. Előszeretettel. Hoppá! Megjött a metal. De még hogy? Ahogy nézem, egyébként a fiatalember internacionális babérokra is tör, mert elhagyta az ékezetet. Ja, igen. A nevéből. Ebből gondolom, hogy külföldi... majdnem mondtam, hogy terjesztést is kap az LP, de hát ugye már a... Nagy Gyergó. Spotify-ok meg az iTunes fénykorában már ugye... Igen. Lehet, hogy azt már lehet felejteni. Másodrendű dolognak tekinthető. Lehet a külföldön kapni a lemezt. We'll be right back.
szinte minden sáv gitárral van megoldva. Uh-huh. Nagyon király. Az első dalban talán, vagy itt-ott elszorra van némi billentő, de, ha, persze, de egyáltalán persze, nem jelentős, és tényleg amit lehet az gitára. Hú, bassz, meg most nem azért mondom, mi, akik az igényes zenék nagy barátjainak valljuk magunkat, nagyon üdvözöljük ezt a korongot. Igen. Hallatszik az, hogy hogy a Gergő félelmetesen ért a hangszeréhez. Gergő. De... Negi Gergő. Nagyon jó, vagy pihenj egy kicsit. De közben meg mégse vált magamutogatásba az egész. És ez az a határmesdje, amit nagyon sokan nem tudnak úgymond tiszteletbe tartani, és kilengnek hol erre, hol arra, a túlvirgázottságból az egyszerűségig terjedő skálán nagyon kilengnek, itt viszont minden pont a helyén van. Úgy vettem észre, hogy fönn van tartva egy adott szint, ami alá nem megyünk be, és ami fönn tartja a figyelmet, viszont nem tolakodóan, de bemutatja a technikai és dalszerkesztési felkészültségnek egy nagyon széles repertoárját a Gergő. És én nagyon szívesen hallgattam ezt a lemezt. Köszönjük magas szépen. Igen. Repertoárját. Köszönjük igen. Szépen. Köszönjük. Nagyon jó, hogy ezt elküldted nekünk, igen. Mert ez elmegy mellettünk, az nagy hiba lett volna. Igen. Igen. Rendkívül nagyon jól gitározol. Rendkívül kibaszott szépen szól a gitárod. Mit? 6 óra van. 6 óra van. De még nem zizegek. Nem mindjárt. És nagyon jó dalokat írsz. Nem is tudom, mit lehet még megdicsérni. Ja, nem tudom. Egyértelműen a borítót. A borító, hát igen, meg amúgy is ez a kis vizuális uh-huh. Nagyon jó, tehát illeszkedik. Na most van 6 óra. És Én egyértelműen a Polifiának az első EP-jét véltem felfedezni, főleg itt az utolsó dalba egyébként, ebben a metálosabb cuccba, de mind a dobnak ez a nagyon műanyag hangzása, mind a gitároknak a hangszíne, hangzása, de nagyon-nagyon jó. Tehát ez nem lekicsinlő, hanem ez dicsérő, mert azért tényleg ők egy olyan szintet képviselnek szerintem, uh-huh. amit így elég magas polcra tehetünk, úgyhogy kitartást, mert nyilván egyedül zenét írni az kurva nehéz. Főleg, ha minden hangszert te csinálsz, ezt nem tudom, ezt majd írd meg, légy szíves. De le a kalappal, tényleg. Te így, tessék így. Van hajam. Van hajam, igen. Nagyon fontos. Úgyhogy le a kalapat, nagyon-nagyon jó. Gratula. Ennyi. Így van. Én koszos ez a sapka, miért nem szóltál, basz? Nem felém nézi, nem látom. Na, srácok. Nem nézi meg itt vesz fel. Hallgassátok meg Nagy Gergőnek a Sound of Wayne's című EP-jét, mert rohadtul megérdemli. És mondjátok el róla a véleményeteket, aztán legközelebb megjövünk. Igen, iratkozz el, és hallgass meg a vének hangját. Szevasztok, srácok. Sziasztok. De a vén az vénákat jelent, nem? Aha. Ja, jó, oké. Okay. Akkor, hello. Igen, az vénákat jelent. Igen. Mert poison running through my veins! Azaz! Innen lehetett megtanulni. Your...